Végigolvasva a Balsai jelentést, megint csak ugyanaz volt az érzésem, mint az Emberjogi Bizottság albizottságának a jelentése kapcsán, hogy teljesen rosszul fogják meg magát a kontextust, miközben sok jó eleme van, amiről gondolom, hogy majd fogsz te is beszélni, Tomi. Úgy érzem, hogy az alapfeltevés rossz, ugye különösen október 23-ával kapcsolatban, hogy mint egy vélelmezik azt, hogy az a magyar ember, aki október 23-án a szabadság az 50. a forradalom 50. évfordulóján kimerészelt menni az utcára, és mondjuk követelni merte, hogy ott lehessen a Kossuth téren, letessen megemlékezés virágait, oda mehessen az állami ünnepségre, oda mehessen a város egyik pontjából a másikba találkozni, ismerőseivel együtt emlékezni, egyáltalán a közterületet egy ilyen emléknapon igénybe vehesse, az azzal kapcsolatban vélelmezik a bűnösséget, valamiféle jogellenességet, kivéve, hogyha a Fidesznek a gyűlésén volt, az Asztóriánál, és tulajdonképpen úgy állítják be, hogy volt ugye egy erőszakos tömeg, szinte már reggeltől kezdve, a Nádor utcától kezdve, az a tömeg, amelyik kvázi a megszállás ellen tiltakozva, mert mi más ez, mint valamiféle megszállás, hogy ugyanazoknak a szellemi örökösei, akik 56-ban alkalmaztak erőszakot a magyarokkal szemben, nem engedik azt, hogy a magyar emberek békésen emlékezzenek, vagy akár szenvedélyesen, de emlékezzenek 56. október 23-ára, nem engedik őket a Kossuth térre, 3 órakor nem engedik őket vissza, szorítják ki őket, majd elkezdik lövöldözni, elkezdenek erőszakot alkalmazni, és azok, akik szembe mertek fordulni a lövöldöző rendőrökkel, őket már erőszakos tömegként definiálja mind a két úgymond hivatalos jelentés. Te mit szólsz ehhez? Ez csak én vagyok, akiből ez ekkora felháborodást vált ki, vagy ezzel nem érdemes foglalkozni? Én azt gondolom, hogy ez az alap. Tehát, hogy ki kellene mondani, hogy azok álltak a jogellenesség talaján és az erkölcstelenség talaján, akiknek eszükbe jutott ez az abszurdum, hogy az 50. évfordulón a magyar nemzet a saját fővárosában nem emlékezhet, nem ünnepelhet ki, hogy szereti nevezni. Te hogy látod ezt? Én úgy érzem, hogy azért a jelentés, tehát én árnyalnám annyiban, hogy azért egyértelműen állásfoglal abban, tehát főleg a legerősebb része a jelentésnek azért a büntetőjogi felelősségre vonatkozó megállapítások. Tehát ott azért nagyon keményen kimondja, hogy egészen Gyurcsány Ferencig bezárólag ugye terrorcselekmény lehetősége vetődik fel, illetve a rendőri vezetők előjelintézkedés elmulasztása, szolgálatban kötelességszegés és nagyon komoly előjelintézkedés gondoskodás elmulasztás, ellenőrzés elmulasztás, több nagyon súlyos katonai bűncselekményt elkövettek, ez nagyon erős része a jelentésnek, viszont valóban abban egyetértek, hogy egyértelműen különbséget tesz, tehát hogy akik nem a rossz időben, rossz helyen tartózkodó és nem a bevett politikai felekezethez, az a Fideszhez tartozó körben élték meg ezt a gyalázatot, ami történt 2006 őszén, ugye nem csak október 23-áról beszélünk, hanem szeptemberben, azoknak a cselekménye, vagy azok sérelmére esett gyalázatok már nem esnek olyan súllyal latba, de azért úgy gondolom, hogy nem menti föl, vagy hát egyértelműen kimondja mondjuk a jelentés azért azt, hogy itt azért kőkemény büntetőjogi felelőssége van, mondom, teljes politikai vezetésnek és a teljes rendőri vezetésnek. Viszont nagyon durva tényállásbeli tévedések is szerepelnek benne sajnos, amelyek pont ebből a szemléletből fakadnak. Amikor elkészült tavaly ősszel az albizottság, Emberjogi Bizottság albizottságának a jelentése, akkor készítettem egy kritikai összeállítást erről, mert sajnos ugye ezt úgy fogadták el, hogy lényegében az én észrevételemet semmilyen formában nem fogadták be. És ugye annak az volt az egyik fő üzenete, hogy ugye tagadja azt, hogy forradalom lett volna 2006 őszén, tehát hogy ez a felvetés teljesen visszautasításra kerül, és tulajdonképpen valóban azt mondja, hogy hát igazából ugye a rendőri megtorlás ugye békés emberekkel szemben ez csúnya volt, elfogadhatatlan volt, de hogy ez egy felkelés volt valójában, az emberek felkelése volt valóban a gyarmatosítás ellen, arról nem szól, pedig ez abszolút egyértelműen fennáll az a párhuzam 56-os forradalmi szabadságharc és 2006 ősze között. És ugye egy ilyen békeharcos szellem indult el a Fidesz soraiban szeptember 19-én, elfogadtak az országgyűlési határozatot, erről nem szól a jelentés, nagyon sok dologról egyébként nem szól, nagyon kevés időnk van, tehát szerintem inkább úgy a lényegesebb pontokon próbáljunk végigmenni, de mindjárt az a legfontosabb, mondjuk
kritikai elem akkor most, amit így meg kell néznünk, hogy 2006. szeptemberi események, amelyek számszerűségüket tekintve, súlyosságukat tekintve bizony nem nagyon maradnak el, sőt, kegyetlenségeket tekintve, azt gondolom az embervadászatok 19-20-21-ek között, amelyek bosszú hadjáratok voltak a TV-székházostrom követően, ennek a részletes kifejtése fájóan hiányzik. Hát olyan számszerű adatok is jelennek meg, hogy itt néhány embert fejbevágtak, 16 sérült volt, miközben Bogyasovszky Csaba, akkori BV parancsnok maga mondja el, hogy a befogadott előzetesben befogadott fiatalok, közel 200 fiatal közül közel 50-en már erre sérülten érkeztek. A TV-székházostrobnál megismétli azt a szokásos provokációs elméletet a jelentés, hogy itt nem tudjuk máig, hogy pénzért kik vettek részt az ostromban, miközben ilyen adat egyáltalán nincs. Ezzel szemben az ostromlók egyike mai napig börtönben ül, elítéltként, a semmiségi törvény noha vonatkozna rá, nem született meg a mentesítő ítélet, és ugye azt mondja, hogy a tüntetők kezdtek dobálni. A TV-székháza nem a tüntetők kezdtek dobálni, igenis ott a rendőrség. Mind a 2006. október 23-án délután 3-kor az Alkotmány utcánál sem a tüntetők igen, kezdtek erőszakot alkalmazni, és mégis következetesen erőszakosaknak nevezi azt a tömeget, amelyeket úgymond rászorítottak. Tehát még mindig tartja magát ehhez a dogmához, hogy rászorították az erőszakos tömeget, a békés megemlékezőkre. Tehát sajnos úgy gondolom, hogy tehát egyébként nagyon erős jogi váz, jogi akarat, tehát kimutatkozik egy nagyon erős akarat a valós tényfeltárásban, tehát sokkal tovább tudott menni a jelentés, tehát a politikai jogi felelősség és a tények, körülmények lehet, hogy legteljesebb feltárásában sokkal tovább lép, mint az Alapbizottságnak a tavaly őszi elfogadhatatlan jelentése. Sajnos megbicsaklik azért ezeken a tényállási pontokon. Nézzük is meg a Nádor utca, október 23-án délelőtt, kifejezetten azt a valótlanságot állítja a jelentés, hogy ott ugye a kordont áttörték a tüntetők, és ezért kellett a rendőrségnek oszlatni. Nem volt ilyen. Mai napig folyik ez az oszlatási per, ez még nem dölt el jogerősen, de ott olyan rendőr tisztet állítanak valótlanságot, Tulipán Presszóba dobáltak meg kordontörtés történt, akik maguk is sárosak voltak már a szeptemberi, mondjuk a 8. kapitányságon történt kínzásokért. Egyetlen egy felvétel nem támasztja ezt alá. A délután ugyanez igaz. Az ellenkezőjét alátámasztja, hiszen Göbl Gyuri gyűjtötte össze hihetetlen hangya szorgalommal azokat a felvételeket, ahol például látszik az, hogy a Nádor utcánál ugye berántják azt az asszonyt elsőként, utána a férjét, aki segítségére próbál sietni, és ezek a felvételek megvannak olyannyira, volt, hanem hogy ki is volt, tudjuk egészíteni ezt a beszélgetést ezekkel a felvételekkel, hogy dokumentáljuk. Tehát ugye, igen, egyébként a szeptemberi eseményeknél tartottál. A szeptemberinél, tehát ott ugye nagyon fontos, hát hogy gyakorlatilag a TV-székház ostromának a másnapján zajlott ember, hogy eleve kimarad az, hogy szeptember 19-én Gyurcsány Ferenc az országházban eligazítást tart a rendőri vezetőknek. Azzal egyidejűleg, hogy zajlik a titkosított jegyzőkönyvekkel folyó Nemzetbiztonsági Bizottsági ülés, és ezt elmondják a akkori rendőrparancsnokok, elmondták az albizottsági meghallgatáson, hogy itt tulajdonképpen beszámoltak, hogy mi történt, és hát tulajdonképpen egyfajta elvárások is megfogalmazottak, nem tudjuk, hogy mik. Ezeket a rendőr tiszteket azonnal meg kéne gyanúsítani, hogy emlékeztetjük olyan nézőket, hogy fejlentést tettünk közösen szeptember 16-án a szeptemberi bűncselekmények kapcsán. Egy nagyon vaskos, nagyon részletes neveket, bűncselekményi típusokat részletesen megvalósító, megjelenítő fejlentést. Csak annyi értést is kaptunk ugye nemrégiben, hogy egyesítették a mi fejlentésünket több más folyamatban levő büntető, hogy ezeket réges-rég meg kellett volna gyanúsítani. Így és van, azért, mert hiszen sok 5 éves büntetési tételű cselekmény van, például az előjáró intézkedés elmulasztása, amelyik 5 éves elévülési idővel rendelkezik. Ugye mi is ez az előjáró intézkedés elmulasztása? Világosan látszik a Balsai jelentésből is, meg a vonatkozó filmfelvételekből, hogy lődöznek össze-vissza a rendőrök, meg ütik-verik az embereket, és sem a helyszínparancsnok, sem az ő előjárója nem állítja le ezt a jogellenesség sorozatot. Ilyen egyszerű. Az ő felelőssége mindenképpen megáll. Tehát csak visszaélésszerű jogalkalmazás eredménye lehet az, hogyha ezeket a parancsnokokat, akiket a jelentés is megnevez név szerint egyébként, meg hát nagyon könnyen lehet tudni, hogy kik is voltak ezek. Ha őket nem vonják felelősségre, ugye egészen Bene országos rendőrkapitányig, akkor az csak valamiféle visszaélés eredménye lehet. Így van, és hát ugye a nagy erénye a jelentésnek többek között, és amik már mi júliusban tartott sajtótájékoztatón követeltük a jelentés nyilvánosságra hozzá, tehát ezt mondjuk el, hogy nem maguktól hozták nyilvánosságra, no ezt most tagadják, de gyakorlatilag egy kőkemény többhetes kampány folytattunk együtt, ugye júliusban sajtótájékoztató volt, nyílt levél Orbán Viktornak, azonnali kérdés a parlamentben miniszterelnök közt, még 2 héttel ezelőtt Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes még semmit mondó választ adott, napi rendelőti felszólalás, sajtótájékoztató volt, tehát gyakorlatilag ezt úgymond kikényszerítettük az asztalfiókból is.
veszélybe került a felelősségre vonása a rendőröknek, tehát a szeptemberi, maga a Bajs jelentés is azt írja, hogy bizony az elévülés megszakításához legalább a tanúkénti meghallgatása kellett volna a rendőri vezetőknek, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez nem fog hát a miniszterelnök úr lelkén száradni az, hogy itt rendőrvezetők megúszták. Nem értem, hogy fél évig miért lapult a fiókban, de lényeg az, hogy kijött a fiókból, akkor nyeri el a, viszont a rendeltetését ez a fejlentés, ha nagyon helyesen, ahogy írja is a Balsa jelentés, ennek az ügyészségi kézbe kell minél hamarabb kerülni, ezt követeltük mi is a fejlentésünkbe, hogy ugye kerüljön azonnal a katonügyészek kezébe, és ez alapján tényleg a részletesen feltáblázott személyi állomány, parancsnoki kötelmi rendszer szerint egyszerűen menjenek végig a lehető leghatározottabb, legkeményebb nyomozati eszközökkel, és valóban most már egyértelműen azonosítsák be, hogy ki, mely cselekményekét, milyen formában felelős, ki rendelt el, ugye azt is leírja, hogy ki rendelt el a lovasrohamot például, ki rendelt el a gumilövedék lövöldözést, ki volt az, aki folyamatosan tolatta valóban a tömeget, tehát a Alkotmány utcából ugye nem biztosította valóban az Asztóriánál zajló békés megemlékezést, de valóban abban viszont nagyon keményen kritizálni kell a jelentést, hogy ez a kapuszni sálas fiatalok felbukkannak, és ott rejtélyes módon, radikális módon ott harcolnak. Radikális módon magukból kivetkőzve köbeket dobálnak az egyébként békésen lövöldöző rendőrökkel hát szemben. Ugye megint csak a palesztin helyzettel egy kísérteties párhuzam. Az időnk lejárt, mennem kell szavazni a palesztin ügyben. Arra kérem a kedves nézőket, hogy olvassák el a Balsai jelentést, és írják meg róla a véleményüket, jót is, rosszat is, hiszen valóban sok erős része van, mint például a büntetőjogi felelősséglevonás követelésével kapcsolatos rész, illetőleg ennek a szakmai elemei, de van sok kifogásolható rész, például ez az egész teória, miszerint mindenki erőszakos volt, aki nem a Fidesz megemlékezésen vett részt. Kérünk szépen ténybeli száfolatokat is, beszámolókat azoktól, akik jelen voltak, illetőleg már nyilvánosságra hozott, vagy még nem nyilvánosságra hozott filmfelvételeket, amik ezt a teóriát száfolják, és Tomi is egy végszóval akarunk. Igen, nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy tehát a terrorcselekmény kapcsán egyértelműen tehát végig kell menni a szálon, és valóban Gyurcsány Ferenc felbújtó felelőssége is megáll, és a nagyon fontos igazságtétel, mindig három lábon beszélünk, ugye a jóvátétel a teljes körön az áldozatoknak. Hát itt pont azok az áldozatok esetei szerepelnek ebben a jelentésben, akik mai napig nem kaptak például kártérítést, másik oldalon meg azoknak, annak a Dukán Dánielnek az esete szerepel semmiségi ügyek között, ugye, tehát koncepciós ügyek között, amely ügyben mai napig nem született semmiségi ítélet, tehát ezekben is áttörés kell. 2005 őszének igazságtétele minden jó érzésű magyar ember közös ügye, úgyhogy ebben kérjük az önök segítségét, támogatását, hogy végre derüljön ki az igazság, a bűnösök nyerjék el büntetésüket, áldozatok kapjanak jóvátételt, és mentesüljenek a következmények alól azok, akiket elítéltek, vagy azok, akik mai napi koncepciós eljárás alatt állnak, mint például a Budvárosi Legyen ez a közös célunk, köszönöm szépen, adjon az Isten szebb jövőt, viszontlátásra!